Jó reggelt kívánok, kedves nézőink! A Pirkadat hátra lévő részében én fogom majd kérdezgetni vendégeinket. Gulyás Erika vagyok. Első vendégünk mindjárt ebben a felállásban legalábbis Gurmai Zita. Jó reggelt kívánok! Az MSZP parlamenti képviselője. Jó reggelt kívánok! Most azon gondolkoztam, és azért álltam meg egy röpke másodpercre, mert nem tudtam, hogy azt mondjam el, hogy az MSZP száguldó képviselője, aki úgy cikázik Európában, mint más a fővárosi kerületek között. De azért ez így igaz, mert hogy az elmúlt mondjuk 10 napban nagyon sok helyet bejárt Európában is. Hétvégén hol például? Hát ugye, ha megnézzük a 10 nappal ezelőtti időpontot, ugye nekem rendkívül fontos volt, mint Európai Szocialista Párt nőszervezet elnök, hogy a legszigorúbb abortusz törvényt módosítsák Írországban. 1983-ban volt utoljára népszavazás, tehát igenis tétje volt annak, hogy végre liberalizálják, és az úgynevezett 8-as módosítót kiveszik az alaptörvényből, vagy mondhatni alkotmányból, és hát azt kell mondjam, hogy 70%-a az ír lakosságnak úgy döntött, hogy nem működik továbbra az, hogy naponta 10-12 fiatal nő gyakorlatilag abortálni megy a világ valamelyik tájára, de többnyire Birminghamben, hiszen oda a legegyszerűbb egyébként eljutni. Tehát ez azt jelenti, hogy végre a legszigorúbb ország gyakorlatilag lehetővé tette azt, hogy a nők akkor, amikor a gyermek beteg, sérült, akkor igenis ne kelljen a gyermeket megtartani. Mert hogy az ír törvények azt sem tették lehetővé, hogyha valaki erőszakáldozataként esik teherbe, pontosan. Vagy beteg gyermeket hord a szíve alatt, akkor el lehessen vetetni. Így van. Így van, ezt a gyermeket, és az ír nők föllázadtak ezek szerint. Így van, és ami nagyon fontos, ugye a népszavazás az nem csak a nőkről szól, mert ugye a teljes társadalom szavaz, tehát ebben természetesen fontos volt az, hogy a mennyiben modernizálódott az ír társadalom, és hát azt kell mondjam, hogy ez a 70% ez nagyon egyértelműen azt mutatta, hogy érdekes. És hát ami számomra nagyon fontos volt, az írek nagyon-nagyon kedves emberek, és hát most azon túl, hogy én különböző helyeken jártam, tehát kopogtattunk ajtóról ajtóra, tehát nekem nagyon pozitív volt az, hogy egyrészt személyes történeteket mondtak el, ami azt jelenti, hogy a nyitottság megvolt bennük, hát a másik pedig az, hogy ugye nekem nagyon fontos volt az, hogy a fiatal baloldallal együtt mentünk kampányolni, hiszen nyilván vagy nem az én generációm az, aki ebben érintett, de én felelősséget érzek ugye a következő generációért, hogy természetesen fontos az, hogy legyen tisztességes felvilágosítás. Egyébként ez ügyben Magyarországon is bőven lenne teendő, hiszen a 15 és 19 éves kor közötti fiatal lányok 10 000-en szültek, tehát én szerintem ez egy nagyon korai időpont. Már tehát a megelőzés alatt, vagy mennyi? Így van, tehát ez azt ez jelenti... 2017-es adat? Így van, tehát ez azt jelenti, hogy ez egy elég sokkoló szám, tehát én mindenképpen úgy gondolom, hogy a megelőzés az rendkívül fontos, mert pontosan tudjuk, hogy az anyaságnál nincsen fantasztikusabb dolog a világon, de ma már teljesen egyértelművé vált, hogy a nők nagyon szívesen vállalnak gyermeket, az elsőt, mert ugye mindig erről feledkezik el a kormány, hogy a másodikat, harmadikat támogatja, csak éppen az első nem tud megszületni, hogyha van biztonságos munkahely, és van hova szülnie a nőnek. Hát ez minden bizonnyal nem kamaszkorban adott van, háttér van senki számára, de azért a gyakorlati része engem érdekel, mert hogy ilyenkor az történik, hogy az ír szocialisták, a fiatal szocialisták megkeresik mondjuk Gurmai Zitát, vagy a Szocialista Párt Európai Nőszervezetét, hogy akkor tessenek jönni kampányolni? Jó, vagy bejelentkeznek? Jó, tehát a következő van, ugye hát ez egy hosszú évek óta tartó kapcsolat, mert ugye Írországban elsők között vezették be az egyenlő, tehát az azonos neműek házasságát, tehát például megelőzte ezt a szigorú abortusz tilalmat, tehát ez azt jelenti, hogy 3 évvel ezelőtt én részt vettem életem leghosszabb tüntetésén ezzel kapcsolatosan, de láthatóan most érett meg a társadalom el, és annak ellenére, hogy nem munkáspárti kormányban, mert hogy ott éppen munkáspártinak hívják a mi testvérpártunkat, de itt ezt nem a munkáspárt szervezte, hanem volt erre egy hivatalos iroda, amiben természetesen nagyon sok civil aktivista segített, tehát a mi programunk úgy kezdődött, hogy mi először elmentünk ebbe a központba, kaptunk egy csomó jelvényt, kaptunk egy csomó szórólapot, az egy másik kérdés, hogy egyébként maga a munkáspárt is ezt a kezdeményezést támogatta, és számomra ami nagyon fontos volt, hogy nyilvánvaló, hogy ugye nekem nagyon szoros a kapcsolat a különböző
különböző testvérpártokkal és azoknak az ifjúsági szervezetével, mert nekem egy olyan elnökségem van, ugye brüsszeli központtal, ahol nem csak a fiatal szocialisták, hanem a tudomány is részt vesz, tehát ami az Európai Progresszív Tanulmányok Központja, illetve a régiók bizottsága is helyet foglal, mert ahhoz, hogy Európát le tudjuk bontani egészen az alapokig, tehát akár a kicsi falvakig, az valóban az kell, hogy egy ilyen európai döntéshozói szinten is mindenki ott legyen a döntéshozói asztalán. És hát miután én nagyon sok időt eltöltök Európában, meg természetesen hazánkban is a fiatalabbak között, ezért nekik nagyon fontos az, hogy mit is gondol egy tapasztalt nő erről, és én azt gondolom, hogy a nőnek magának kell rendelkezni a saját testéről, és hát szerintem ennek most már tényleg itt volt az ideje. Jogok meg információk is kellenek, de ha már azt mondta, hogy egészen a falvakig el kell jutni európai szinten, hát magyar szinten is el kell jutni a falvakig. Abszolút, így van. Tehát, hogyha ugrunk egyet, és majd aztán visszatérhetünk Portugáliára, de azért Magyarországon is nincs olyan nap jó formán, amikor Budapesten lenne, amikor éppen nincs parlamenti elfoglaltsága, mert hogy járja az országot. Igen. Ez ennek a része, vagy ennek a gondolatsornak a magyar megvalósulása? Jó, tehát egyrészt a magyar megvalósulása, másik pedig az, hogy nekünk tanulni kell a hibánkból. Tehát gyakorlatilag mi nem voltunk elég jó kommunikátorok a magyar választópolgárokkal szemben, és hogyha megnézzük, hogy a falvakban mennyire nem voltunk ott, tehát nyilvánvaló, hogy ez új terep. Ez de nem csak kommunikáció, ez pártszervezés, struktúra kérdése. Természetesen csak az, hogy nem tudtuk megtalálni a hangot ezeken a kis településen élőkkel, én most egyébként erre gondolok, persze pártstruktúra kérdése is nyilvánvaló, de ugye azt lehet tapasztalni, hogy ma az emberek nagyon-nagyon kevéssé politizálnak, és hogyha belegondolunk abba, hogy ma a falvakba milyen információ jut el, akkor azt kell mondjam, hogy az ellenzéki pártoknak rendkívül nehéz dolga van. De egyébként az elmúlt napokban Debrecenben és Nyíregyházán jártam, de mindkét alkalommal, ugye, hiszen kongresszusunk lesz, ugye ennek megfelelően az MSZP nőtagozatának is tisztújítása van, és ugye a tegnapi nap is számos vidéki, tehát kis településről vagy falvakból érkező nőtársammal is találkoztunk, és tényleg azt mondták, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy milyen típusú szegénység van ezekben a falvakban, és ugye az, amit mi rendszeresen csinálunk, és ugye ez egy teljesen természetes dolog, mert a szolidaritás az szerintem az egyik alapvető emberi érték, szerintem nem csak a baloldalon. Tehát az, hogy mi folyamatosan gyűjtünk, folyamatosan megkeressük azokat, akiknek valóban problémája van, de ma már az igazi probléma az, hogy azok, akik nem rendelkeznek megfelelő forrással, azoknak a gyerekeinek a száma, tehát az oktatásba bekerülés ma egy nagyon-nagyon nehéz feladat lett. Tehát például, ha valamin sürgősen változtatni kellene, az, hogy valóban létezzen egyenlő bánásmód gyerek és gyerek között a jövőjét illetően. Ha már itt tartunk, akkor ugye a magyar kormánynak hirdetett egy demográfiai programot, szerződést akar kötni minden magyar nővel Orbán Viktor. A hétköznapokban, amikor ezeken a kis településeken találkozik, azokkal a nőkkel gondolom, vagy azokkal igen, is, igen. akik érintettek lehetnek, mert ebből a szempontból mondjuk a mi korosztályunk már kiesik. Mit gondolnak erről az asszonyok? Akarnak ők szerződést kötni és szerződés szerint szülni? Az az igazság, hogy most készítette egy felmérést a Friedrich Ebert Alapítvány, és ebben tulajdonképpen az derült ki, hogy a nőknek ma az egzisztenciális kérdés a legfontosabb, tehát nem a nők és a férfiak jogairól gondolkoznak, sőt nem is a hashtag MeToo, tehát az erőszakmentesség, hanem az, hogy a gyereknek adott esetben tud-e tiszt cipőt venni, és ami döbbenetes volt az, hogy ha a munkaerőpiacon vannak, akkor gyakorlatilag az a szó is elhangzott ezeken a kis csoportos felméréseken, hogy ez olyan, mint egy rabszolgálat. Tehát, hogy kiszolgáltatottnak érzik magukat a nők a munkaerőpiacon. Tehát én azt látom, hogy rengeteg teendő lenne, mert gyakorlatilag nagyon-nagyon szívesen szülnének a nők, hogyha lennének hova. Tehát én abszolút támogatom azt, hogy így van, mert minden hatodik gyermek ma már sajnálatos módon Magyarországon születik, ugye 98 ezeren élnek csak Londonban, egészen sokkolt engem ez az adat. De nem ez a probléma, hanem az a probléma, hogyha ezek a fiatalok nem fognak visszajönni, akkor akármit csinál a kormány, és hogy
hogyha szülőképes nők elhagyják Magyarországot, akkor kérdezem én, hogy kik fognak szülni. Persze tudjuk, hogy van 20 ezer letelepedési kötvényes, akik ugye nem tudni, hogy milyen családi háttérrel érkeznek, és egyáltalán... Meg nem tudni, hogy Magyarországon élnek-e pontosan, hogy maradnak-e, vagy csak átmeneti állapotnak. Ha már az ír példánál tartottunk, akkor nem lehet attól tartani az ön tapasztalatai, információi szerint, hogy Magyarországon pedig éppen, hogy szigorítani akarná a kormány az abortusz rendeletet. Erről ugyan nincsen szó ebben a pillanatban, de azért ebbe a demográfiai csomagba akár ez is beleférhet. Én a következőt gondolom, tehát én tényleg nagyon fontosnak tartom azt, hogy minél több kisbaba szülessen ebben az országban, mert ez mindenkinek jó. De hogyha megnézzük, hogy Magyarországnak mi a három legnagyobb gondja az abortusz ügyében, akkor tulajdonképpen ki kell mondani, hogy a kormány nem támogatja a fogamzásgátlókat, és azt kell mondjam, hogy a nők egy ötöde egyébként nem használ fogamzásgátlót ma az országban, ugye nem védekezik szex közben. A felvilágosult 21. században. És hogyha most azt mondom, hogy 3-5 ezer forintba kerül egy havi adag, az bizony elképesztően sok pénz, például egy vidéki település érének, tehát ez egy nagyon nagy kiadás. A másik nem tudja magának például megengedni. Pontosan. A másik, hogy az esemény utáni 72 órás tabletta az egész Európai Unióban csak Magyarországon vénykereteles. Tehát ugye azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon pocsék érzés, amikor az ember nem várt terhességben találja magát, és akkor onnantól kezdve, hogyha elmegy a gyógyszertárba, akkor ugye ez mindig egy ilyen bizalmi történet, tehát ugye nem szívesen megy be, és akkor ha még ugye el kell menni az orvoshoz, az adott településen nincsen orvos, mert sokkal kevesebb a házi orvosok. Na, de erről fogunk beszélgetni a következő vendégünkkel. A másik például pedig, hogy 2012-ben érdemben felmerült az esemény utáni tablettától különböző abortusz tablett engedélyezése, ez gyakorlatilag nem engedélyezi a magyar kormány, tehát ez sokkal egyszerűbb lenne adott esetben például, mint az abortusz. Úgyhogy nekem vannak félelmeim, de én úgy gondolom, hogy ez az ominózus nemzeti konzultációnak nekem az a problémám, hogy Orbán Viktor tulajdonképpen másodrendű polgároknak tekinti a nőket. Tehát szerintem ez egy civilizációs kérdés, hogy egy országban milyen formában bánunk a nőkkel, és én úgy gondolom, hogy ez itt rendkívül módon hiányzik. Hát ugye Orbán Viktor lehet úgy is felfogni, hogy válaszol egy társadalmi kihívásra, ami neki egyébként kötelessége, de ha már itt tartunk, hogy a nők megbecsültsége vagy elismertsége, akkor azért muszáj visszatérnünk Portugáliára, amivel próbáltuk elkezdeni a beszélgetést, csak aztán elkanyarodtunk, mert hogy a hétvégén volt ugye a portugál szocialisták kongresszusa, ahol hát mit mondjak, hogy ünnepelték Gurmai Zitát, nagyon. Hát azt kell mondjam, hogy tehát rendkívüli dolog az, amikor egy olyan kongresszuson, testvérpártunk kongresszusán vettem részt, ahol 2000-en a miniszterelnök urat látjuk éppen, ahol 2000-en vettek részt, ott voltak az ellenzéki pártok, ott volt a teljes Antonia Costa kormány, ott voltak a diplomáciai testületek résztvevői is, és nekem abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy közvetlenül a miniszterelnök előtt én voltam az utolsó felszólaló. Csak zárójelben megjegyezve, hogy a Portugáliában egy baloldali koalíciós kormány. Így van, és egy kisebbségi kormány van, tehát némi remény van arra, hogy az ellenzéknek talán egyszer, hogyha van közös nevező, akkor még akár kisebbségi kormányt is így van alkothat. És hát tulajdonképpen én arról beszéltem, hogy most hoztak egy olyan törvényt, éppen ugye a Costa kormánya, hogy 40%-ban a gazdasági társaságokban legyenek nők, mert hogy egyszerűen dinamizálja a gazdaságot azt, hogyha jóval több nő van a döntéshozatalban. Én el tudtam mondani pozitív példákat, hiszen az egyik portugál volt képviselőtársam, aki egyébként frakcióvezető helyettese a szocialistáknak és a demokratáknak, ő vezeti az Európai Progresszív Tanulmányok Központját nőként, ami szintén nagyon fontos, hogy az a barátnőm, aki egyébként korábban a delegáció vezetője volt az Európai Parlamentben a portugáloknak, ő most gyakorlatilag az egyik meghatározó politikusa a Costa kormányának, és hát ugye ami szintén nagyon fontos, hogy az elmúlt két évben nem volt az Európai Szocialista Párt nőszervezetében, vagy az elnökségében nő, tehát ennek megfelelően nekem nagyon fontos volt az, hogy pozícionáljam a nőtársamat, és hát ami mindig nagyon fontos, az az, hogy mindig tudni
tudni kell egy kicsit beszélni az adott nyelven, és én mindig szánok rá egy kis időt, mert hogy ez a kongresszus egyébként nem Lisszabonban volt, hanem 140 kilométerre Batályába, aki ugye nem más jelent, mint a harcmezőt, úgyhogy ennek megfelelően ez egy jelképes harcos dolog is volt. És hát az, hogy természetesen a Costa kormányban közel 50%-ban ott vannak a nők, és a portugál parlamentben is szintén na, hát 40% nagyon, fölött vannak a nők. Vagyunk. Így van, Burmézita, így van. Burmézita, be kell fejeznünk, mert nagyon elszaladt az idő, csak zárójelben annyit, hogy a magyar parlamentben ugye alig 10%-nyi a női képviselők aránya, és van, a magyar kormányban most először végre bekerül, nem először, mert német Némár ugye akkor az előző kormányban. Hát a második kormány. De második kormány, hogy egy női miniszterünk van, úgyhogy. Tehát ő is csak tárca nélkül, azért azt ne felejtsük el, tárcát na, akkor kapott. Majd innen folytatjuk. Jó, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, most a menet közben már említett egészségügyi kérdésekkel foglalkozunk. A Házi Gyermekorvosok Szövetségének elnökét várjuk a stúdióba.